Kedves kollégák, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és megtisztelő, hogy időt szántok az előadásomra. Remélem, hogy élvezni fogjátok. Én nagyon élvezem, megmondom őszintén, mert ugye itt ülök egy zakóban, egy pólóban. Alul meg ugye ki tudja, mi van, tehát nem kell kiöltözni, nem kell menni egy kongresszusra kiállni és beszélni, amit persze nagyon szeretek. Hát sajnos idén a Dental World az elmaradt, de hát ilyen a helyzet, reméljük, hogy jövőre ez összejön. De azt gondolom, hogy minden ilyen rossz helyzetből érdemes egy kicsit erőt meríteni, és meglátni benne a lehetőséget. Mi a lehetőség ebbe az online kongresszusba? A legnagyobb lehetőség az, hogy nem vagyunk például időhöz kötve. Én most úgy tervezem, hogy kb. 2-3 órát fogok beszélni, ami nagyon hosszú lesz, viszont szabad vagyok. Berakhattam egy csomó esetet, képet, érdekességet. Beszéltek nem csak az endonciáról, hanem az életemről, a gondolkodásmódomról, hogy milyen hatások értek engem a karrierem során. Tudom átokadni egy olyan filozófiát, amit az elmúlt 20 évben én magáévá tettem. És leadásomnak a címe azért, tehát utazás, hogy egy ökör csúcsot, de ha nincs, akkor viszont a levágásnál ügyelik erre arra, hogy ne rántsuk ki az egészet egy ökélcsatornából, másrészt meg, hogyha tömlítjük, akkor ne tudjuk túltömni. Tehát azért itt ugyanúgy az apikális tágítás, meg a mesterek útjában a választás, ez egy nagyon fontos szempont. De hogyha ez megvan, úgy tudom csinálni, hogyha feltöltöm biokerámiát, most nevezzük egyszerűbben így, mondjuk a középső harmadba teszek egy kis biokerámiát, lemegyek a mester guttaperhába, kiveszem a mester guttaperhát, megnézem mikroszkóba, hogy szépen be van-e festve biokerámiával a gyökércsatorna, és biokerámiá se ugye a guttaperre, hogyha nem, akkor picit nyomok még bele, és kicsit tüttyögtetve, leteszem, levágom, nyomással tartom, viszontlátásra. Ilyen egyszerű, de azért vannak buktatói, meg fogom majd mutatni később. Szóval, ott tartunk, hogy a csatornarendszer száraz. Én egy kis biokerámia, ugye az, az egészben a trükk, hogy összeköttetés van az MB meg az ML csatornak, hogy alsó fogról van szó, teszik ugye a diszterizsban is. És én esetben ugye valószínűleg ki van töltve a terület biokerámia, tehát nem kell nagyon erőlködni, hozom a mesterguta perhát, az R25-re lett tágítva, és R25-össel szépen letömtem. Ugye ezen lehet vitatkozni, hogy ez egy jó választás. És szerintem nagyon egyszerű a dolgot, és a kevesebb a hiba lehetőség. És ezért mondom azt, hogy kütyük nélkül is ezt nagyon jól lehet csinálni. Ez nem kell semmiféle extra dolog, maximum egy melegítő kütyű. Hozzá kell tenni, hogy a biokerámia az egy iszonyat drága anyag, annyiba kell egy gram, mint az arany, tehát az érdemes vele spórolósan dolgozni, de megkönnyíti az életünket az ilyen nagy mértékben. Megjegyzem zárójelbe, ezt meg lehet szerintem AH pluszra is csinálni, de ezért tudom, hogy engem nagyon sokan utálnak. Oké, okay. Ha ez kész, van egy kis tömörítés. Nyomással ráhelyezni. És az a nagyon jó abban a biokerámiában, hogy vízzel ki lehet ezt szépen mosni. Szoktam ultrahangot is használni utána. Hát teljesen tiszta lesz az üreg, és tulajdonképpen egy kis dentin borotválás után, ami azt jelenti, hogy egy nagy gömbbel felfrissítem úgymond a kollagént, ugye a gyökérkezésnél, hogy az károsodik.